Mai műsorunk tartalmából. Kajakos sikerek világversenyeken. Önvizsgáztak a TAC kis gyúdósai. Edzőkkel értékeltük a TAC labdarúgó csapatainak teljesítményeit. Petang verseny volt Szomódon. Az eltelt egy év alatt többször láthattak, hallhattak riportokat a Hódi Sport Egyesület sportolóival, edzőivel. Igyekeztünk figyelemmel kísérni a város legeredményesebb egyesületében folyó munkát. Ennek a munkának egy év alatt 5 ifjúsági világbajnoki cím az eredménye, számos egyéb nemzetközi és bajnoki érmekkel együtt. Hidvégi Hunor és Hidvégi Zalán nevéhez fűződnek a VB aranyak, akik közül ebben az évben Zalán nyakába került 2. Hunor korszakváltással küzd, hiszen kinőtt az ifjúsági korból, és a 23 éven aluliak között már olimpiai bajnokokkal, nagy rutinnal rendelkező versenyzőkkel kell megküzdenie. A fiúk a világbajnokság után kaptak 3 nap pihenőt, mi pedig ott voltunk az ezt követő első edzés előtt. Gratulálok Zalán a kétszeres világbajnoki címethez. Azért előzetesen beszélgettünk, és úgy nagyjából a dobogó az, azt mondom, hogy szinte biztosra vettétek. Igen, köszönöm szépen a gratulációt, mert mindenkinek a szurkolást. Igen, a dobogó az valószínű volt, de azért nem számítottam rá, hogy ilyen szép eredményt fogunk elérni. Főleg látva, hogy milyen nehéz volt a páros mezőny, az ellenfelek mennyire felkészültek a versenyre, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki. Az jó ilyenkor, hogy a 4-es van hamarabb, és utána a 2-es, vagy számít-e? Hát most nekem számított, hát abból a szempontból volt jó, hogy a 4-es mezőny talán egy leheletnyivel könnyebb volt, ott egy nagyobb előnnyel is tudtunk nyerni, és ez egy kicsit önbizalmat adott a párosra, ahol viszont hát nagyon kellett ez a kicsi, hiszen azért nem nyertünk annyira nagyon sokkal, de hát így sokkal felszabadultabban tudtunk versenyezni. Azért ez kemény időszak, hiszen gyakorlatilag minden nap kellett hajóba ülni. Igen, hát az első napon nem volt versenyünk, de azon kívül meg minden egyes nap, és hát igen, eléggé fárasztó volt, most próbáljuk kipihenni, és hát beleélni magunkat ebbe az örömbe. Biztos, hogy jól esik ilyenkor örülni és pihenni egy kicsit, de hát azért valljuk be, nem sok időtök van pihenésre, hiszen július végén itt az újabb világverseny, ezúttal egy Európa bajnokság, addig mi a program? Hát most Laci bácsival újra megpróbáljuk kihelyezni kicsit a formát. Igen, ma elkezdünk edzeni, volt egy 3 napos pihenő, de kőkeményen megint beleállunk a munkába, és próbálunk minél felkészültebben odaállni az Európa bajnokságra. Az EB-n ugyanaz a 2 szám vár rád? Igen, valószínűleg igen. Hunor, neked sokkal nehezebb dolgod volt, hiszen korosztályt váltottál, és most gyakorlatilag te voltál a kicsi ebben a korosztályban, ehhez képest a bronzérem nagyon szép. Hogy érezted magad? Igen, nagyon örültem ennek a 3. helynek, mivel korosztályt váltottam, és ez egy nagyobb korosztály, ami már belelóg a felnőtt korosztályba is. És itt olimpikonokkal, valamint felnőtt világbajnokokkal versenyezhettem, ami önmagában is egy nagy megtiszteltetés, hogy engem vittek ki, maga válogató is sikerült, hogy kivívtam az indulást, és nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog sikerülni az első évem. Ráadásul megint a hajrát hozta meg a bronzérmet, hiszen 4. helyről mentél fel a 3. Távközben ez benne volt, érezted, hogy ha most váltasz, akkor meg lehet a bronz? Igen, végig próbáltam a 4. helyet tartani. Néztem perifériában, láttam a versenytársaimat, hogy hol mennek, és próbáltam ugyanazt az utazó sebességet felvenni, és az utolsó 200 méteren láttam, hogy fáradnak, és akkor megpróbáltam megindulni, hogy hát ha elcsípek még valakit. Említetted, hogy körbenéztél. Ezt mindenképpen meg akartam kérni tőletek, hogy mennyit lát ilyenkor az ember, vagy mennyi ideje van, vagy szabad-e félrenézni, oldalra nézni?
nem szabad oldalra nézni. Én is perifériából láttam, meg valahogy ezt érzi az ember, hogy ott mennek mellette, és akkor ott van egy másik embernek a hajója óra. És akkor igazából így fel tudtam venni egy elég erős utazó tempót a többiekkel, és szerencsére tudtam ezt tartani a végéig. Ugye most a világbajnokságon egy számot mentél, de ahogy Laci bácsitól hallottam, most mind a két egyes a tiéd lesz, 500 és az 1000. Igen, ez nagy megtiszteltetés. Az Európa-bajnokságra megpróbálok felkészülni mind a kettő távra. Így 1000 méterről könnyebb 500 méterre átállni, mivel rövidül a táv, mint 500 méterről 1000 méterre. Úgyhogy ennek is nagyon örülök, és megpróbálom magamból kihozni a maxot. A riport óta újabb aranyérmek kerültek a fiúk nyakába, hiszen az Európa-bajnokságon Zalán ismét első lett, és szerzett még egy ezüstöt, míg Hunor egyszer állhatott a dobogó legfelső fokára. Öbb vizsgán jártunk a TAC Cselgány szakosztályánál. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is izgatottak voltak, közel 20 gyerekre vártak a feladatok a különböző övekhez. Még a vizsga előtt beszélgettünk kettőjükkel. Hát tudom, hogy most övre vizsgáztok, de azt nem, hogy ki melyik övre. Te melyikre? Én a citromsárga övre vizsgázok. Na és mit mondtak az edzők, mit kell ehhez tudni? Hát meg kell tanulni, van rá 2 hónap, hogy ma dobásokat, technikákat megtanuljuk. És megtanultad, hogy érzed? Én szerintem nekem sikerülni fog. És most párokba fogtok bemutatni, vagy egyedül? Párokba. Én meg mondjuk a Vili összeállunk, és... Akkor mindig mondja az edző, hogy ki mit csináljon. Igen. Jól van. Tehát sokat gyakoroltatok akkor. Igen, sokat. Jó, akkor egy ilyen öves, és te milyen övre vizsgázol? Sárga övre vizsgázok. Na és neked biztos van, amivel többet kell azért tudni. Én 3 hete gyakorlom ezt, 8 darab dobást és 10 darab leszorítást kell tudnom, és 4 darab karfeszítést. Van olyan, amire azt mondod, hogy annyira nem megy még? Nagyon nincs. Akkor a sok gyakorlásnak meg lesz az eredménye. Reméljük. Mióta jársz ide? Én lassan 2 éve. És gondolom akkor azon vagy, hogy minél színesebb öv legyen rajtad. Hát igen, megpróbálkozok vele. Mondták az edzők, hogy mikor lehet a következő övér vizsgázni? Évente lehet övre vizsgázni, azaz nekem következő nyáron tudok. De azt már sajnos nem itt edzők előtt, hanem már rá kell menni külön vizsgáztatóhoz. Te melyik iskolába jársz, és hanyadikos vagy? Én most 9-dikbe mentem, és a 5-ös József gimnáziumba fogok járni. És te melyik iskola, és hanyadikos vagy? Én Kőkuti általános iskolába járok, most leszek majd idén 3-os. Persze azért az edzők is nagy várakozással várták a vizsgákat. Bízzak benne, hogy mindenkinek sikerülni fog, hiszen sokat gyakoroltak. Nagyon fontos esemény ez a mai nap a TASZ gyúrósainál, főleg a gyerekeknél, akik ugye övvizsgára készülnek. Mennyit kell készülni egy ilyen övvizsgára? Hát nálunk az a bevált gyakorlat, hogy egy jó 1,5 hónapot készülünk az övvizsgára, mindenféle színre, tehát akár a fehér citromsárga övre, de ugyanúgy a barnára is. Igazság szerint, ahogy vége volt a versenyszezonnak, illetve nem is azt mondom, hogy vége volt, mert volt még júniusban a verseny, de arra már nem mentünk el, hogy a gyerekek maximálisan fel tudjanak készülni erre az övvizsgára, úgyhogy a május közepe óta készülünk. Ugye sok öv van a gyúróban, most a, hogy mondjam, nem akarok megsérteni senkit, de a legalja az öveknek az, amit most kell csinálni. Ezt a klubok maguk csinálhatják? Úgy néz ki nálunk itt a régióban a vizsgáztatás, hogy a fehér citromsárga, illetve a narancsárga övvizsgára klubon belül meg tudjuk csinálni az övvizsgát. A zöld-kék-barna övekre viszont már központi övvizsga van. Mi magunknak akkor csinálunk, amikor akarunk, a magasabb övszínekre pedig évente 2 vizsgázási lehetőség van. Ezeknek egyébként nagyon nehéz megtalálni az időpontját, ugye, mert állandóan versenyek vannak. Akár ha a tavaszi versenyszezon nézzük, akár ha a télit, és ahhoz, hogy a gyerek megfelelően föl tudjon készülni a vizsgára, ez nagyon, nagyon ki kell centízni a munkát. Most kijöttünk a teremből, mert benne elég nagy zsivályban készülnek a gyerekek. Hányan övvizsgáznak ma? 10 körüli, aki citromsárga övre, illetve fehér övre vizsgázik, illetve 10 körül van az is, aki narancsárga övre vizsgázik. Ez akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy most már valamilyen öve mindenkinek lesz a szakosztályban?
Őve ideig is volt, tehát ugye magában ezt úgy kell kezdeni, hogy amikor nekiállnak a gyerekek judozni és megkapják a judó ruhát, akkor ugye a fehér övet felkötetik, hogy valamivel összefogja a ruhát, viszont magában az, hogy fehér övet felkötik, arra, annak ellenére még arra van egy elég komoly vizsga, és utána tehát arra is kell vizsgázni, kapnak rá egy oklevelet, de ugyanaz az övszín marad, utána pedig jöhet már a citromság vizsga. A petang francia eredetű golyójáték. A játék célja, hogy a petang golyó minél közelebb kerüljön a célgolyóhoz. A pálya mérete minimum 13x3 méter, lehet egyéniben, párosban és csapatban játszani, ez utóbbit 3 fővel. Tulajdonképpen bárhol lehet játszani szabadidő sportként bármilyen talajon. Szomódon viszont szépen jól megépített pálya áll rendelkezésre. A falunap keretében került sor versenyre, ahol 16 csapat vett részt. A szomódi petang mindenese Claire Fabien hozta össze néhány évvel ezelőtt a pályát, és 2 évvel ezelőtt szervezte meg először ezt a versenyt. Tavaly óta próbáljunk a falunapon egyik verseny, vannak foci, vannak horgász, és akkor majd tavaly döntöttem, hogy szeretnék egy petang versenyt csinálni a falunapon. Sok ember szereti itt módon játszani, jó a pálya, jó a környezet, és akkor az falunapi második alkalomnak a triplet kupa. A francia lévén talán természetes, hogy előbb-utóbb lett Szomódon pálya. Igen, az hát 7-8 év ezelőtt, hogy a párommal itt csináltuk egy pályán, és akkor majd 5-6 év ezelőtt elkezdtünk játszani a fiúkkal. 2 év ezelőtt bővítettünk, most már 10 pálya van itt. Szoktunk rendezni versenyeket, országos bajnokság is van itt, és meg esteként, hétköznap, hétvégén is szoktunk itt játszani, a társaságot, a focisták, bárki jönnek a falu, és akkor játszunk. Akkor könnyű volt megfelkőzni a csapatot? Hát nagyon könnyű volt, és lelkalappal a szomódi társaimak, hogy nagyon jönnek mindig, segítenek, mindig dolgozunk, minden társadalmi munkából épült az egész. Mindent ott voltunk, meg a Tatabányai klubbal is jöttek segíteni a pálya megcsinálni, az volt február, amikor még ideg volt, és tök jó hangulat, tök jó társaság, és nagyon jó. Szíved szerint gondolom most is játszanál, csak gondolom szervezésben azért nem fér össze a kettő. Így van, pont tavaly játszottam, meg szerveztem is, és akkor picit el voltam csúszva, és idén döntöttem, hogy én most nem játszok, szervezek minden. És akkor van, játszanak, lesznek italok, lesznek kaja is, ebéd is, minden, és akkor itt leszünk egész napot. Honnan érkeztek csapatok? Mert láttam itt különböző feliratú trikókat, pólókat. Hát egész országból jöttek, itt van a Komárom, Tatabánya, Budapestről, Veszprém, Pécs, van meg egy-két francia is, aki itt vannak meg. Meg természetesen van a H4 szomódi csapatot is. Egész országban jöttek, és hát lehetünk többet, csak az a nyári időszak, mert az emberek már nyaralnak, de sokan jöttek, az már örülök, hogy még jó idő is lett. Ez az a játék, amelyiket korhatára nemre való tekintet nélkül bárki művelheti. Most is több hölgy dobálta a golyókat. Közülük egy Európa bajnoki ezüstérmes is. Két olyan gurítás vagy dobás, nem tudom mi a szakszerű mondás, is láttunk, amikor egyet a kisgolyóra pontosan próbáltál, a másikra meg kiütni. Ez a két nagy taktikai elem van? Hát nagyon sok taktikai lépés van, és igazából minden dobás egy kicsit különbözik, mindegyik kicsit más, de ugye a szituációtól függ, hogy mit érdemes dobni, és úgy próbálok játszani. Azt hallottam, hogy te nagymester vagy ennek a kidobásnak, vagy kiütésnek? A lövésnek nevezzük, és hát ha úgy van, akkor igen, megy eléggé. Ezt külön kell gyakorolni, ennek mi a lényege? Magasra kell dobni, vagy nagyon pontosan kell célozni? Ugye nagyon azt is sokféleképpen lehet, de ez a precíziós lövés, amiben én igazán eredményt értem el, ez arról szól, hogy van egy méteres kör, és annak a közepén van a cél, és azt kell eltalálni, ahol érdemes kicsit ívesen, pontosan rádobni a golyót a másikra, és akkor tudjuk így pontosan eltalálni. Ekkor ér sok pontot. Olyannyira eredményes az, hogy Európa bajnoki második helyezett voltál. Kemény meccsek voltak? Hát ugye, amíg egyénileg lövünk, addig annyira nincs nagy stressz, de amikor mondjuk felváltva egymás ellen lövünk, az mindig egy kicsit stresszes, igen, az nehéz.
Hogy választottad a petangot, vagy a petang választott téged? Hát mondhatni, a sport választott engem, mivel nem én vagyok az első családban, aki csinálja. Tehát apukám kezdte még régen, aztán a bátyám folytatta, és én is, és a húgom már annyira nem, de még ő is szokott játszani velünk, úgyhogy ilyen családi dolog ez nálunk. Ma mire számítasz? Őszintén csak szórakozásból jöttem el, mint egy ilyen buli meccsek, meg ilyenek, úgyhogy azért jó lenne valami helyezés, vagy valami, de örülök, hogyha játszhatok már az emberekkel, a barátaimmal. A továbbiakban. Edzőkkel értékeltük a TASZ labdarúgó csapatainak teljesítményét. Labdarúgásban lassan kezdődik az új idény, viszont mi még visszapillantunk az előző évadra, és a TASZ labdarúgó szakosztályának edzőivel értékeljük az elmúlt évadot. Valamikor június elején a TASZ labdarúgó szakosztály egy családi nap keretében zárta le a bajnoki idényt. Ezen az összejövetelen díjazták a korosztályok legjobbjait, és itt kapták meg érmeiket a dobogón végzett csapatok. Kezdjük a felnőttekkel, ők a bajnokságban a harmadik helyen végeztek, míg a Vármegye kupát megnyerték. Kitűzött célunk volt, tehát úgy mentünk neki a bajnokságnak, hogy a bajnokságba harmadik helyezést legalább el kell, hogy érje a csapat, és a kupába pedig meg szeretnénk védeni magunkat. És ez valamilyen szinten ugye célkitűzés volt az egyesület részéről, a csapat részéről, úgyhogy elégedettek kell, hogy legyünk, mert amit kitűztünk, azt elértük. Ugyanakkor azért amellett se menjünk el szó nélkül, hogy volt egy nagyon nehéz időszak, amikor ugye az Almás Fizit elleni meccsen több cserével nagyon beleszaladtatok egy nagyon kétes helyzetbe. Ezt hogy viselted? Hát nem volt egyszerű a helyzet. Nem volt még ilyenbe részem, mondjuk így. Ugye kaptam egy 2 hónapos eltiltást a szövetségtől, ami után fellebeztem, és 1 hónap után ugye ezt elengedték, mondjuk így. Nagyon nehéz volt végig a kispadtól távol, a csapattól távol úgy irányítani őket, illetve ezeket a mérkőzéseket úgy megoldani, hogy ebből minél jobban jöjjünk ki. Félig meddig sikerült ebben, nagyon nagy segítségem volt ugye a szakosztályvezetőnk, illetve a Kiség Szabolcs, mint utánpótlás edző és masszőre a csapatnak, illetve az egész csapat megpróbálta ezt a lehető legjobban kezelni. Hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy túl vagyunk rajta, tanultunk a hibánkból, és megpróbáljuk, hogy lehetőleg legközelebb ne forduljon elő, de sokkal körültekintőbbek leszünk a jövőbe. Ugye mindig azt mondják, hogy a jó kezdés nagyon fontos, hát ősszel 6, tavasszal pedig 5 győztes meccsel indították a bajnokságot, ez azért meghatározta a továbbiakat. Mindig meghatározó, igen, amikor egy 6 mérkőzéshez győzelmi sorozatot tud maga mögött a csapat. Egy kicsit ott rosszkor jött a szuperkupa döntő, az egy kicsit lehúzta a csapat teljesítményét, illetve mentálisan egy kicsit megrogyasztott minket. De hát ugye a téli felkészülésünk, mondhatom, hogy megint csak egész jól sikerült, és akkor tavasszal megint úgy tudtunk neki menni ennek a bajnokságnak, ahogy elterveztük. Voltak közben, nyilván minden csapatnál vannak mélységek, magasságok, megtapasztaltuk mind a kettőt, de azt gondolom, hogy egész jó egyensúlyban volt, és egyenletes teljesítményt tudtunk nyújtani, nem voltak olyan nagyon rossz mérkőzéseink. Megpróbáljuk mindig minden mérkőzésben a maximumot kihozni, ez nyilván nem mindig sikerül. Ha így lenne, biztos, hogy mindig sikerülne, akkor valószínűleg nem ebbe az osztályba lennénk. De azt gondolom, amit elértünk, arra nagyon büszkék lehetünk, én nagyon büszke vagyok a csapatra, nagyon köszönöm a vezetőségnek, meg mindenki, aki támogatott minket, a szurkolóinknak, akárkivel, akivel találkoztunk a városban, nyilván itt mindenkinek a családja is hozzátette azt, amit kellett, és azoknak is hálásak lehetünk ebbe az egész bajnokságba. És most itt vagyunk egy ilyen családi napon, amikor ha körbenézek, rengeteg apró lábat látok, és reméljük, hogy ez a jövőt fogja mutatni nekünk. Az U19-es korosztály a felnőttek előszobája, és a TASZ-nál ez így is van, hiszen többen is bemutatkoztak a megyei első osztályban. A bajnokságban a második helyen végeztek, de sok büntetőpont miatt az 5. helyen kötöttek ki. Elég nehéz értékelni egy ilyen szezont. Nagyon felemás értékelést tudnék erről mondani. Valóban a pályán elért eredmények alapján a második helyet megszerezhette volna a csapat. Hát egy szabály... úgymond egy szabály nem ismerése, vagy rosszul értelmezése miatt történt igazából a pontlevonás.
hogy szerettük volna már az U17-es játékosokat folyamatosan beépíteni az U19-be, és ezért adtunk nekik többször is lehetőséget, hogy játszhassanak, éltek is a lehetőséggel, és gyakorlatilag használva is váltak a csapatnak. Viszont van egy szabály, mi szerint egy napon nem játszhatnak két mérkőzést, és itt történt egy kis malőr, és gyakorlatilag emiatt történtek a pontlevonások. Hát elég nehéz volt aztán az utolsó öt mérkőzést így lejátszani, de fiúk előtt azt mondom le a kalappal, és tényleg csak dicsérni lehet őket, mert egy kisebb hullámvő, hogy utána az utolsó három mérkőzést torony magasan nyerve azért az ötödik helyet így is sikerült megszerezni. Igen, most nézzük a jó oldalát a bajnokságnak. Gyakorlatilag egyetlen egy csapat volt, aki ellen nem sikerült nyerni, és ez a Kecskét gyakorlatilag ők mondjuk úgy cson nélkül nyertek. Valóban ennyivel jobbak a többiektől? Hát ha nem is cson nélkül, mert nekünk ugyan nem sikerült nyerni ellenük, de volt vereségük. Hát mondhatni, hogy ez a realitás, igen, most per pillanat. Ugye ott egy elég erős keret van, akik az ifik is a felnőtt keret része gyakorlatilag. Nálunk ezzel szemben van egy tisztán ifi keret, akik csak az ifi edzéseket látogatják. Annak elő, hogy néhány játékosunk azért valóban szerepelt a felnőttben, illetve heti egy-egy alkalommal lehetőséget kaptak az edzéseken is, de ők az U19-es csapat tagjai gyakorlatilag. Erős kerete van a Kecskédnek, és így igaz, hogy csak őket nem sikerült a bajnokság során megverni, sőt, amire még igazából büszkék lehetünk, hogy hazai pályán is gyakorlatilag talán csak a Kecskét volt, aki minket meg tudott verni, aki idejött játszani, az gyakorlatilag pont nélkül ment el mindig. Az eredményeket, ahogy néztem, és az, hogy mikor szereztük a legtöbb gólt, úgy tűnik, hogy fizikálisan jó volt a csapat, hiszen a legtöbb gólt az utolsó 15 percben szereztük. Ennek én így még nem néztem utána, de az viszont tény, hogy jó állapotban volt a csapat gyakorlatilag az egész szezonban. Egy nagyon jó felkészülést sikerült csinálnunk, bár én emlékszem a beszélgetésünkre a szezon elején, amikor nagyon nagy volt a bizonytalanság még, hogy egyáltalán hogy fog összeállni a keret. De én azt gondolom, hogy tisztességesen elvégezték a fiúk a munkát, soha nem volt problémánk a kondícióval, és azt gondolom, hogy játékban is nagyon-nagyon sok mérkőzésen látványosan és mellette nyilván eredményesen is játszottunk. Első évét töltötte a regionális bajnokságban az U17-es gárda Kele Zoltán irányításával. Az alapszakasz második helye után az első hatodik helyen játszott felsőházban az ötödik helyen végeztek. Olyan szépen lassan belemelegedtünk, és ahogy mondtad, az első évünk, és mi mindig ezt az úttörő szerepkört játsszuk. Úgyhogy először is minden elismerésem a fiúknak, mert most mondjam azt, valószínűleg az U19-ben is ez lesz a feladatuk, hogy törjék az utat, és beleszokjunk. Így van, magasra tettük, mert az alapszakaszban második helyen végeztünk, amivel jogosultá váltunk arra, hogy a három csoport, ami ugye 26 csapatot jelent, abból a legjobb hatba bekerüljünk, és az alapszakasz azért már más helyszín, de ott is azért voltak sikereink. Lehet, hogy egy kicsit felőrlődött a csapat az alapszakaszban? Hát én azt mondom, hogy nem is az alapszakaszban, mert az alapszakasz úgymond az őszi részét, az ilyen tanulópénz. És a tavaszunk az nagyon jó volt, idézőjelben a tavaszunk, és utána jött ugye a rájátszás, ahol elfáradtunk, ez tény. Tehát nagyon jó képességű, mégiscsak az első hat ebben a régióban, ott elfáradtunk, tényleg felöllöttünk. Mondjuk ezzel együtt, vagy mindezzel együtt egy nagyon fontos lépés volt ez a klub részéről, és úgy gondolom, hogy a felsőbb korosztályok tekintetében is nagyon sok haszna lehet majd. Ha valamit elkezdtünk, szerintem is akkor folytatni kell ezekkel a fiúkkal, ezzel a, mondhatom azt, hogy most már rutinnal, amit próbálnak megszerezni így ezekben a regionális bajnokságokban, csak úgy lehet, hogyha elindulunk az U19-es csapattal, és valóban a felnőtt csapat is akkor profitálhat ebből majdan, ha saját játékosainkat akarjuk majd odavinni, hogyha előtte egy megerősödött, talán ezekben az MLS-es bajnokságokban erősödött játékosokat kapnak. Ráadásul két olyan játékosod van, aki az összesített góllövő listán is nagyon elő kell helyen foglal el, és hát ők már azért a felnőtteknél is debütáltak.
Nagyon örülök neki, hogy Roland, vagy a felnőtt csapat edzője számításba vette őket, illetve úgy nézeget bennünket, és próbálja ezeket a több játékosunk is van természetesen. Hát Melovicsről és Ungerről van, igen, főleg szó. Igen, róluk. Több is van, de valóban ők kaptak több lehetőséget, vagy hát akár edzés lehetőséget, akár mérkőzés lehetőséget a felnőtt csapatban. Nagyon, nagyon jó érzés, mert azt mutatja, hogy talán kezdünk olyan szintre elérni, hogy még az U19-et sem érik el ezek a játékosok, és talán már számíthatunk rájuk a megyei bajnokságba. Tehát az U19-es regionális az lenne az igazi nagy lépés. A legfiatalabb csapat, amelyik bajnoki rendszerben játszik, az U14-es korosztály. Ők már régebben elkezdték a regionális bajnoki szereplésüket, és évről évre lépegetnek előre. Mindig a feljövő Bozsik korosztályból kapom a gyerekeket, akik a megyei bajnokságban szerepelnek, így aztán a régiós bajnokság elég nagy ugrás nekik. Sokszor nehezen és hullámzóan veszik, de nekünk itt az egyesületnél az a célunk, hogy minél jobb eredményeket tudjanak elérni, és ehhez az kell, hogy minél magasabb szinten tudjanak futballozni, ehhez teremtjük meg a lehetőséget nekik. Azért egy-egy kis lépésen mindig előrébb kerültek minden évben, most ugye a 18-22. Helyért mentetek az összesített bajnokságba, és gyakorlatilag jól zártátok az évet. Igen, de mint minden edzőnek, így nekem is van hiányérzetem az idei csapatommal. Attól függetlenül, hogy a 27 csapatból 20-ak lettünk, ami nem jelent rosszat semmiképpen, hiszen ez egy nagyon komoly szint, itt már nagyon komolyan tanítják a gyermekeket futballozni, ügyesen játszanak, föl van építve az egyesület is, az utánpótlás, a gyermekek képzése is, tehát komoly szinten játszunk, ami megint csak a gyerekek érdeke, hogy minél magasabb szinten játszhassanak ők is. Én azt mondom, hogy most a helyünkön vagyunk. A TAC színeiben három női csapat szerepel a különböző bajnoki osztályokban. Az évet Gustafik Lilla edzővel kezdték, akit tavasszal Horváth Amália váltott. Három csapat szereplése fűződik a nevethez, két bronzérem, egy negyedik hely. Persze nyilván van különbség, mert azért a csapatok létszámában nagy különbség volt a bajnokságban. Melyiket tartod igazából jó eredménynek? Hát egyértelmű, hogy az U19-et, mert most igazából csak egy csapatot vertünk el folyamatosan felnőttbe, és az nem nagy dicsőség lényegében, meg hát felnőttbe is, mint mondtam már az előző interjúban, hogy igazából az U19-esekkel, U16-osokkal látunk ki, szóval mindenképp az U19 az, ami nagyobb siker sokkal. Igen, hát most is, ahogy szólították ide az éremhez, gyakorlatilag ugyanazt a csapatot szólították kétszer is. Ez azért megnehezítette a dolgotokat, főleg U19-ben? Igen, már hétről hétre le voltak strapálva a lányok, valaki három meccsen is részt vett, és ez nagyon fárasztó, szóval teljes mértékben igen. Mi a tovább lépés útja, ugye itt felnőttben összesen négy csapat volt, tehát, és ráadásul kis pályán játszanak, hiszen nincs annyi női játékos a megyében, hogy nagy pályás bajnokság legyen. Mi a tovább lépés lehetősége? Kell szerezni sok jó játékost, és regionálisba el kell indulni idővel. Előzetes következő műsorunkból. Orlikmen triatlon hétvége volt júliusban, tatai regattát rendeztek az Öregtavon, a 40. tatai minimaratonon futottak.